Üdvözlök mindenkit, B vagyok, és ez itt az Age of Amalur Recording. Nem. Kingdom of Amalur Recording. Nem, Kingdom of Amalur Age of Recording. Úristen. Nem tudom mi a játék neve. De mindegy. Az a lényeg, hogy ez itt az RPG-k hete. És úgy tűnik, ez mégiscsak föl kéne szedem. Szóval ez itt az RPG-k hete. És kértétek is ezt a játékot, és egy jó játék is alapvetően, úgyhogy ezzel fogom tolni. Egyszer már kijátszottam, és akkor egy mécs karim volt ugyanilyenek. Úristen, bocs. Szóval ugyanilyen karim volt, tehát ugyanez a faj, ugyanez a haj, ugyanez a kinézet. Nagyon a kinézetem majd más lesz ugye eszet miatt. Na de az a lényeg, hogy most is mage karit akarok csinálni. Ezért ezt a karaktert vettem elő, ilyen fajt. Mert... hát meg az... ahogy kilőtte a francba, persze, igen. Szóval... mert itt a mage az körülbelül a legerősebb kaszt szerintem a játékban. Illetve mivel két fegyvert lehet magunknál tartani, ezért valószínűleg mindig egy staff, meg egy így lesz nálam, ugyanis itt az íjászkodás is elég jó. Mivel, ha itt emelő vagyok, még emlékszem, hogy kell harcolni. Szóval, mivel itt úgy van az íjászat, hogy van alapból, nem tudom, azt hiszem 3 vagy 5 nyilad, kilövöd őket, vársz egy kicsit, és automatikusan újra töltődik. Tehát alapból ilyen arkán íjász kari van, vagy olyasmi. És az a lényeg, hogy én is nem teljesen mágus, hanem lehet, hogy kicsit ilyen arkáni lesz irányba akarom elvinni a karit. Gyertek! Aj, ne. Ezek a gurulások majd egy idő után át fognak alakulni, hogyha... hát nem hiszem, hogy annyit föl fogok venni a játékból. De ettől... jó, tudom, hogy mit akarsz. Goodbye. Szóval... ez ebből a gurulásból is más lehet, hogyha elég erős mage vagy rugó vagy. Ugyanis... akkor ilyen kis teleportálás lesz. Na ne. Ne. Amikor először kijátszottam a játékot, nem tudtam, hogy kell ezt behozni. Ide lehet kirakni hotbarra a skilleket, meg ilyesmit. Ó, te jó ég. Hát abban. Na mindegy. Ezt elég így. És már ilyen jó munkás ember armorom van. Szóval nem hiszem, hogy elég ideig fogom tolni ezzel a játékkal, hogy átalakuljon a dodge-om. Abba! Mi zajlik itt? Ezt azt hiszem, ez az építmény a takarógyaképből, most nem én érdeklem magam. Na én úgy tűnik, hogy mégis én érdeklem magam. Szóval ez az építmény itt a háttérben. Ez a lelkek sírboltja, valami ilyesmi. És felrobban, akkor viszont rossz dolog. A történet is úgy kezdődik, hogy én elvileg halott vagyok, de mégsem, mert fölkeltem szemmel láthatóan, és egész jól érzem magam. Egyébként ebben a játékban nekem a harcolás az, ami nagyon tetszik. Tehát most is ilyen nagyon ilyen love cardom van, és mégis ilyen csíkot húz maga után a levegőbe, meg ilyesmi. Viszont a legjobb szerintem még ezen kívül is azok a pálcák. Nem a pálcák, hanem a botok. Mert a pálca és a bot között ugye az a különbség, hogy a pálca a wand, a bot meg a spear. Nem, a staff. Csak most a lányzsákat néztem ott a cuccon. Jaj, használja a pajzsot. Nem akarok pajzsot használni, én egy mage vagyok. Le is veszem. Nyek. Nem kell. Wow. Egyébként ezek a tuaták, ezek a fő gonoszak, hogyha valakinek még így nem esett le.
ezek a... Hát ebbe az ilyen tündefaj, azok a fájék, és ott emiatt repültél. És vannak a winter fájék, azaz a téli tündék. És meg van az ilyen. Úgyhogy meg tudom mutatni, hogy működik az íjászat. Szóval vannak a tél tündék, meg a nyár tündék. Tudom, hogy hogy kell ráváltani. Na, és itt így működik az íjászat. Előtte most várok egy kicsit. És feltöltődött. Minél jobb íjászok vagytok, ugye annál elősebb lesz ez. Erre megyek, erre megyek. Ez hogy, ja, hogy ezt nyitod ki. Hiszem valahol itt kapom meg a pálcát. Nem a pálcát, a botot. Egyébként ebben a... Jó, oké. Szóval ebben a játékban is eredetileg úgy tolnám, hogy nem a legelejétől, hanem ha lenne egy nagy karim, mert ebből se sorozatot fogok csinálni. De viszont... Baszom az egerem. Nem tudom csácsolni a lövést. Mert elvileg... Nem ez mi volt. Mivel föl lehetne tölteni a lövést, de mivel én nem tudom valamiért lenyomba tartani az egérgombot, ezért nem tudom. Mindegy. És akkor ugye erősebbet lőnék. Na, daggers, hát az nem kell. Egy láda. Gauntlets. Még mindig tabot nyomok. Egyébként valószínűleg úgy fogom tolni, mint ahogy a Skyrim-es karijaimmal szoktam, hogy nehéz páncél lesz a kezemen meg a lábamon, tehát a cipő meg a kesztyű, és minden más ilyen mágus cucc. Aj, steelt, nem akarok steeltelni. Na, mi az, hogy kikerülöd? Jó, van, gyere. Megtögölsz. Van itt megvan ez a skillem, itt nincs meg ez a skillem. Hogyha a pálca helyett a bottal, hogyha védekezek, és hátralépek közben, és nyom a támadást, akkor abból egy olyan támadás jön ki, ami nekem nagyon tetszett. Úgy tűnik, hogy itt... Ja, meg itt még nincs is meg az a skill, hát akkor mit akartam abból. 14 gold, de jó. Na, azért jó van. Ja, itt meg tudok majd varázsolni. Jaj, tudom. A stuff kell. Ebből legyen a stuff. Robes. Köpeny. Ez is jó végül is. De az nem fegyverben van. Igen, így cipőt meg kezdjük tudok használni mellett, az pont jó. Egyébként olyan köpenyek lesznek még a játékban. Főleg a cert cuccok a vége fele. Azok nem kicsit komolyabb lesznek. De hát ti tőlem azt úgyse fogjátok látni valószínűleg. Sajnos. Ja, igen, most meg... Áó. Szóval épp mondani akartam, hogy most meg a pókokhoz, ami azt jelenti... Hogy megbaszom meg tára már. Szóval az jelenti, hogy most kapom meg majd a staffot. Nem érdekel ezek a... Szóval az megvan a staff. Inventory, weapons, primary. Stuff. Látjátok, hogy lángol? Ezt tudjátok, miért jó? Itt ezt át kell ütni. Ez a támadás effekt. Főleg ez. Hopp, ez nem nyert.
Miért váltottam fegyvert? Old shoes, na ez már mincs cuccnak tűnik.